Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ezt most tudnod kellene, hogy miről van szó, erről beszámolnak a kártyák. Ez fontos lehet jelenleg számodra. Itt ezen a képen látható egy szív. És ez jelenti a szerelmet. A szív mellett megjelenik a virágcsokor, az jelenti a te szépségedet, nőiességedet, de lehet egy ajándék, vagy egy meghívás is. Ez a férfi jelenti a te lelki társadat. A képek azt mutatják, ez a férfi szeret téged, átnyújtja a virágcsokrot, ez lehet egy ajándék is. Itt megjelenik a nap, megvilágít valamit. Ő tudja azt, hogy mit akar. A nap azt is jelentheti, hogy ő látni akar téged. Lesz egy találkozás, és megvan a vonzalom kettőtök között. Visszatérve a szívre, ez jelenthet mindent, ami a szívélyes, ami a szívedben van, amit kedvelsz. Ez lehet a hivatásod, lehet a család. De mivel a szív fölött megjelenik a fa szimbóluma, és utal egészségügyi témákra, előfordulhat az is, hogy van valaki a családban, vagy van egy ismerős, aki esetleg szívbeteg, akkor itt a körülötte lévő kártyák utalnak a javulásra, hogy itt gyógyulás lesz. Itt van az energia hozzá, a virágcsokor szerencsét hoz, és a gólya jelenti akkor a változásokat, és itt vannak az utak, tehát jó úton halad, itt lesz gyógyulás. Persze ez a fa mást is jelenthet. Megtalálni a helyedet az életben, vagy ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni. Ez lehet a hivatás, ez lehet a lakhely, ez lehet ez a párkapcsolat, a szerelem. Hiszen itt a szív elsősorban a szerelmi dolgokra utal, és számára fontos, hogy le tudjon gyökerezni ebben a párkapcsolatban, és legyen meg a biztonság érzete. Itt a feje fölött láthatóak az utak, és mutatják az ő gondolatát. Az utak jelenthetnek változásokat. Sőt, itt a gólya szintén erre utal, hogy ő most fontos döntéseket hoz, keresi a helyét az életben. Itt a kereszt, ez jelentheti a hitet, de a döntéseket is, ugyanúgy, mint az utak. Hogy elérkeztek, vagy ő, vagy te, vagy mindketten, az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztok azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt a virágcsokor az utak mellett jelenti a jó és okos döntéseket. Amit a kereszt még jelent, egy találkozás, hiszen az élet utatok, a sors utatok kereszteződik. A nap szintén utalhat találkozásra, hiszen megvilágítja az utakat, megvilágít téged, láthatóvá tesz valamit, ami azt jelenti, ő látni akar téged. Lesz találkozás, lesz közeledés, lesznek változások. A gólya jelenti a változásokat, gyakran költözködést. És itt megjelenik a gyűrű. Amennyiben ő még házas, és itt a hegyek a házasságánál utalnak problémákra, akkor az lehet, hogy ő elköltözik, és most ezeket a döntéseket hozza. Persze ez a gyűrű jelenthet mást is.
a kapcsolatot kettőtök között, vagy szerződéseket, vagy azt, hogy valaki visszatér hozzád a múltból. És a hegy, az jelenthet hegyvidéket, vagy mint időkártya utal a téli hónapokra. Hogy most a téli hónapokban lesz közeledés, változás, döntések. De néha jelenti a hideg-rideg tartást, vagy a problémákat, a nehézségeket, de ez elmúlik, hiszen itt látható a változás, és hogy kisüt a nap. Tehát megvan a szív melegség, megvan a vonzalom, sőt, megvan a gyógyító erő is. Amennyiben itt szerződésekről és munkáról van szó, akkor ez a férfi segít, szívvel, lélekkel végzed a munkádat, lesznek döntések, változások, ez lehet a nyilvánosság, ahol dolgozol, vagy egy kreatív tevékenység, vagy egy spirituális terület, de itt látható a gyógyító erő is. És ez a döntés, ez a változás lehet most a téli hónapokban. És ez volt a jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!